Emlékszem egy jelenetre a Wembley-ben, Sallai Roland készülődött a büntetőhöz, és ott álltál kicsit reménykedve abban, hogy te rúghatod el. Most megismétlődött ez a helyzet, és ott voltál, megadatott ez a lehetőség. Másodszor is egy hatalmas bravúr az angolok ellen a gólodnak köszönhetően. Ez eldöntő tény volt, ha büntető van, akkor most ezt te rúgod? Nem, általában meg szoktuk beszélni a Sala, Sala meg én. Meccset nem szoktuk ki, hogy érzi magát a meccsen, ki milyen formában van, kinek milyen volt az addigi meccse, és hallottam pár hírét, hogy a Wembley után én összevesztem a Salával, vagy bármi, szó sem volt ilyenről. Sose vesztünk össze ilyenen, és nem is fogunk szerintem, mert ez egy csapatjáték, és teljesen lehet, hogy ki rúgja, ha berúgja, hanem az a lényeg, hogy elvállalt, és volt mersz odaállni. Azért az veszekedésnek messze nem tűnt ott a pályán, sőt, hát a Sallai be is rúgta azt is, ezt is, és tökéletes büntető volt, Pickford pedig eltalálta az irányt. Eltalálta, elég sok 11-es rúgtam, általában ezt az oldalt választom, de hogyha kell, akkor tudom a másik oldalra is rúgni. Úgy gondolom, hogy minden nap eleget gyakoroltam, amíg a válogatottba beérkeztem, és hál' Isten sikerült. Nektek is nagyon kemény szezonotok volt, nem csak az angoloknak, mégis frissebbnek tüntetek. Minek volt ez köszönhető szerinted? Hát nem tudom. Egész héten úgy készültünk, hogy ez nem lesz egy sétagalop, 4 mérkőzés 10 nap alatt, szerintem még senki nem játszott, mármint klub szinten se és válogatott szinten se 4 meccset 10 nap alatt. Főleg ezen a szinten, ilyen csapatokkal szemben. Meg főleg ilyen időjárásban. Nem azt mondom, hogy jó hideg volt, de úgy gondolom, hogy helytállt a csapat, és megmutattuk ismételten, hogy teljesen mindegy, hogy ki az ellenfél, hát oda tesszük magunkat, akkor bármi is megtörténhet, még egy 3 pont az angolok ellen. Mit gondolsz a meccs atmoszférájáról? Nagyon jó volt, nagyon szépen köszönjük a kisgyerekeknek. 30 ezer ember összegyűlt, és egy kisgyerek összegyűlt, ez látszik, hogy mennyire szeretik a focit, és nagyon sok kisgyereknek úgy gondolom, hogy mi a válogatottban példát tudunk mutatni, és remélem, hogy minél több, annyira a látókról is egyszer majd a pályán tud bizonyítani. Köszönöm.